Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket a következő 20 perc együtt részben. Az én nevem Gelléni Mola, és a mai vendégem Árvai Lújza. Szia, Lújza! Aki a Budapesti Corvinus Egyetem gazdasági menedzsment szakán végzett. Úgyhogy őt fogom ma foggatni. Szia, Lújza! Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagy. Kezdésképpen tudnál egy kicsit segíteni, hogy miért pont a gazdment választottad egyébként? Nem tudom, valahogy ez olyan megfoghatatlan. Miben más ez, mint a többi ilyen GTK-s szak? Hát nekem egy olyan hátrányom volt a középiskolában, hogy nagyon sokáig nem tudtam eldönteni, hogy milyen útra menjek, és végül a szüleim mondták, hogy hát legyél közgazdász, azzal jó lehet keresni, meg sokan közgazdászok, meg hát annyi mindent lehet ezzel kezdeni. Úgyhogy végül ezért döntöttem úgy, hogy hát akkor a Corvinusra fogok menni. A szakiválasztása volt ugye egy kicsit nehézkés, de ezen belül se tudtam, hogy mit szeretnék csinálni, ez nekem egyébként végig kísérte az egész életemet. Úgyhogy akkor ezért döntöttem úgy, hogy a gazdálkodás menedzsment az olyan viszonylag általános, úgyhogy később majd el tudom dönteni, hogy mit szeretnék, most meg nem akarok semmihez sem elköteleződni. Úgyhogy végül ezért döntöttem a gazdálkodás és a menedzsment mellett. Átnéztem egyébként előtte a tárgyakat, szimpatikus volt, láttam, hogy mindenben azért van egy kis betekintés. Úgyhogy igazából azzal jellemezném így a gazdálkodás és menedzsmentet, mondjuk a pénzügyi és számvitel, vagy a kereskedelem és a marketing, vagy nemzetközi gazdálkodáshoz képest, hogy itt aztán tényleg mindenféle területbe belelát az ember, úgyhogy talán később ezért is könnyebb eldönteni, hogy na mit szeretnél csinálni, mert mindenből kaptál egy kis ízelítőt. Akkor igazából ilyen univerzális, mint a Jolly Joker. Hogyha még nem tudod, mire jó, aztán még később bármilyen jó lesz. Igen, igen, de egyébként szerintem a többi közgazdás szakra is jellemző ez. Tehát, hogy ha valaki végez egy pénzügy számítást, attól még viszonylag könnyen el tud menni, például HR-esnek is a későbbiekben, és fordítva is igaz ez. De ez az, ami aztán tényleg nagyon általános. Ez talán abban segít, hogy eldönteni tud, hogy belelátsz abba, hogy mégis milyen területeken mivel foglalkoznak az emberek. Ez tényleg nagyon fontos, hogy mondod, mert amikor én is kezdtem még a Corvinus, így azt hittem, hogy ez a szak, amit elkezdek, akkor ez be fog majd engem egész életemre határolni. De tényleg az évek alatt jöttem rá én is, hogy attól függetlenül, hogy valaki marketingre ment, attól még lehet HR-es, és visszaverze, szóval, hogy pontosan. Közgázatban. Ez egyébként így a közgazdás szakokra, meg úgy az egész Corvinusra szerintem kiemelkedően jellemző úgy általánosságban pályaválasztásnál, hogy közgazdászként bármi lehetsz. Még tanár is a későbbiekben, mert van ilyen mesterképzés is. Úgyhogy ez aztán tényleg nagyon általános. Na és mit tudsz a képzéshez például? Milyen a matek? Te középmatekos voltál, ugye, ha jól tudom. Mennyire volt így nehéz abszolválni a dolgokat? Mennyire sok a matek, aki esetleg annyira nem kedveli ezeket? Hát én azt hozzáteszem, hogy én középiskolában egy nagyon jó, nagyon kiemelkedő tanuló voltam. Nagyon jó voltam matekból, nagyon jó lett az érettségim, viszont nem voltam emeltes, mert úgy voltam, hogy talán az a mérnököknek kell, meg matematikusoknak. Nekem jó lesz így közgazdászként a középmatek. Hát aztán beültem az első matek órára, és hát azért nagyokat néztem, hogy itt mi is történik. Konkrétan szerintem a matekig, meg kozik nélkül nem tudtam volna elvégezni, nem tudtam volna átmenni a matekon. Úgyhogy én annak azt tanácsolom, aki azért közgazdásznak, pláne a Corvinusra, kösse fel a gatyáját, és készüljön arra, hogy azért a matek, meg a statisztika az nagyon nehéz. És nem feltétlenül, tehát hogy itt azért hozzá kell tegyek egy kis negatívumot, hogy nem feltétlenül azért nehéz, mert hogy amúgy nehéznek kellene lennie, hanem például statisztikából nagyon-nagyon magasak, tehát egy ilyen irreálisan magasak a tanszék elvárásai a diákok teljesítményével kapcsolatban. Viszont nagyon jó, hogy vannak különböző konzultáció lehetőségek, meg a mateking, meg az easy-met, úgyhogy ezekre szerintem érdemes előfizetni, meg elmenni, és úgy sokkal könnyebben abszolválhatóak ezek a tárgyak. Igen, az elején még én is azt hittem kis naivan, hogy majd megyedül magamtól megtanulom, de nem baj. Jó voltam matekból, menni fog, hát annyira nem, de nem baj. Tényleg meg lehet csinálni, srácok, szóval emiatt ne jegyetek be, mert egyébként aki tanul, meg oda teszi magát, mert tényleg, ahogy Lújza is mondta, vannak ezek a felkészítő lehetőségek, úgy sokkal egyszerűbb megcsinálni. Nem könnyű? Hogyha ezeket utána már igazából túl vagy a nehezén, és akkor már olyanokkal foglalkozol, amivel szeretnél. Amit igazán szeretsz, igen. Úgyhogy térjünk is akkor vissza, hogy ahogy teltek az év,
Gazmenen ugye van specializáció. Mik közül lehet választani, és te mit választottál? Fú, összesen 6 specializáció van, most megpróbálom én felsorolni őket, de lehet, hogy valami ki fog. Van HR specializáció, én kisvállalkozás specializációm voltam, van DSG specializáció, ami azt jelenti, hogy németes tárgyak vannak. Hát most így hirtelen nem is jut több eszembe. Üzleti kommunikáció, ami inkább ilyen marketinges irányú. Van valami környezet, környgazdós speciális, igen, ami a környgazd egynek így kb. A folytatása, csak utána még ilyen 4 tárgyon keresztül. Van egy olyan specializáció, mi a meg gazdálméleti, ami inkább ilyen, hát ilyen kákaros, most hát olyan nincsenek karok a kormi, viszont de inkább olyan irányú volt. És a kisvállon, kisvállalkozás, ennek mi is a hosszú neve? Azt hiszem konkrétan ennyi egy kisvállalkozás specializáció. Jól van, szuper. Szóval, hogy itt pontosan mit csináltatok, vagy mivel foglalkoztatok? Igen, az én specializációm az ez volt. Hát igazából konkrétan én kizárásos alapon választottam ezt, én tudtam, hogy nem szeretem az ilyen elméleti dolgokat. Egyébként még megfontolandó lett volna az üzleti kommunikáció, hogy utólag visszanézve. És hát igazából tényleg nem akartam németül se tanulni, úgyhogy ezért lett nekem végül a kisvállalkozás. Meg azt hallottam, hogy nagyon gyakorlatias. Ugye a Corvinusra általánosságban azért jellemző, hogy nagyon elméleti síkon mozog, és hogy nagyon olyanok a követelmények, hogy szerintem viszonylag kevés kreativitást meg önálló gondolatot igényel. Ezzel szemben a kisvállalkozás az nagyon-nagyon gyakorlatilag, úgyhogy én is meg voltam lepődve, hogy mennyire szükségem van a saját kreativitásomra, hogy mennyire szabadon gondolkozhatok az óra keretein belül, úgyhogy nagyon hasznos volt, meg nagyon, hogy is mondjam, nem tervezek kisvállalkozásban dolgozni, egyébként kerültem már olyan helyzetbe, hogy kellett kisvállalkozásban dolgozzak, de nem gondolom, hogy ez lenne az én karrierutam, viszont nagyon hasznos tudást adott így is, hogy is mondjam, a hétköznapokban. Volt kisvállalkozások finanszírozása, és itt olyan pénzügyes dolgokról tanultunk, amikről korábban pénzügyen sem tanultunk, meg ilyen kifejezetten ilyen a magyar környezetre jellemző szabályozások, adózás, tehát igazából egy olyan látásmódot adott, ami szerintem az egész szakhoz még így az 50%-át hozzáadta. Nagyon sok esettanulmány volt, valódi vállalkozóknak a példáiból tanulhattunk, ezekkel kapcsolatban is a tanárok kíváncsiak voltak a mi véleményünkre. Úgyhogy én nagyon ajánlanám egyébként a kis vállalkozás specializációt, és szerintem nekem nagyon sokat adott a tudásomhoz. Jó van, köszi szépen. És hogyha elvégeztél, ugye már végeztél az egyetemen, így hogy vetted észre, hogy az évek alatt így mennyire volt lehetőséged mást is csinálni az egyetem mellett? Hogy tudtál-e mondjuk dolgozni, vagy egyéb diákszervezetekben? Ugye a Corvinusról nagyon jellemző, hogy rengeteg diákszervezet van, ahol az emberek barátkozhatnak, meg fejlődhetnek szakmailag. Te vettél részt valami ilyenben? Igen, én vezetőségi tag is voltam a KDS közgazdászok a közpolitikában, vagy közpolitikai diák szervezetben, ami szintén nagyon sokat adott hozzá az én egyetemi éveimhez. Barátokat szereztem, és rengeteget tanultam a saját diáktársaimtól. Engem mindig is érdekelt a közpolitika, önmagamtól nem feltétlenül olvasgattam, meg érteklődtem, de hogy ők akár egy sörözés mellett meséltek róla, rengeteget adott hozzá az én tudásomhoz. Emellett olyan készségeket is sikerült, mint vezetőségi tag elsajátítanom, amiket a mai napig hasznosítok. Tehát én mindenkinek ajánlanám egyébként, pláne aki a Corvinusra jön, mert itt aztán tényleg számos lehetőség van diák szervezetekkel kapcsolatban, hogy mindenképpen lépjen be egybe, biztosan találhat, ami az ő érdeklődési körének megfelelő, mert tényleg nagyon sokat tud hozzáadni. Ugye ezt biztos többen mondták már, hogy azért a Corvinus nagy, több mint 300-an vagy 200-an vannak egy-egy szakon, itt azért nehéz a szaktársakkal barátkozni, és akkor ott van egy diákszervezet, ami egy kisebb közösség talán, úgyhogy én mindenképpen azt mondanám, hogy valamelyikbe, ha nem is a KDS-be, de lépjenek bele. Igen, és egy kicsit erről tudnál bővebben mesélni, hogy így ti mivel foglalkoztatok, hogy szerveztetek előadásokat, vagy vitásteket, vagy mi a fő profilotok?
Hát ugye közpolitikával foglalkozunk, és olyan embereket szeretnénk összegyűjteni, akik hasonló témák iránt érdeklődnek. Korábban szerveztünk egy előadásokat is, ugye most legutóbb őszi fél évben talán nem jött össze, de volt idén is végül is, hát nem ezek a nagyon nagy előadások, mint mondjuk amit a BBC csinál, hanem ilyen kisebbek és inkább ilyen komolyabb témákról, tehát aránylag kevesebb embert érdekel, de vannak ugye előadásaink, mire külsősök is jöhetnek, illetve heti egy szakmai napunk van, ami azt jelenti, hogy a 19-10-esával gyűlünk össze egy terembe, és minden héten más foglalkozás van. Ugye a Karnyozóban Vitakör is, az ő elnökük is szorosan együtt dolgozik a KDS-szel, úgyhogy egy fél év során van 3 vita alkalmunk, illetve közporfogás, ahol moderátor segítségével van lehetőségünk akár az elmúlt hetek történéseit kibeszélni. Van közpolitika alapjai, amit az egyik alumni tagunk szokott tartani, és az főleg az újaknak van, és most már külön alkalomként, ahol megismerkedhetnek ennek az alapjaival, illetve vendégelőadók szoktak még jönni bizonyos témákban előadni. Minden fél évben van egy témánk, volt rendszerváltás témakörünk, volt Európai Uniós témakörünk, és akkor általában 4-5 előadót próbálunk meghívni egy fél évben, és akkor ezzel a témával foglalkozunk, ők különböző megközelítésekből adnak nekünk elő. Úgyhogy körülbelül ezzel szokott telni ez a szakmai est, illetve a másik, szoktuk mondani, hogy ez az egyik pillérünk, a másik pedig ugye a közösség, ami szintén nagyon erős, és majdnem heti szinten vannak iszogatásaink, nyárna általában a két tábor, úgyhogy ebben is nagyon erősen vagyunk. De jó, akkor igazán egy ilyen kis családias környezetet alakítotok ki kb. Igen. Korosan együttműködve van. Hagytok együtt, de jó. Nagyon jó, az igazán jól hangzik. És egyetemben mondtad, hogy van lehetőség németül tanulni az egyetemen? Hogy ez milyen program? Vagy ez ugye mi is passzóba is elkezdtünk meg igazából. De tudsz erről egy kicsit mesélni, vagy ki csatlakozhatnak, kik tanulhatnak németül tárgyakat? Igen, ugye alapvetően a gazdálkodás és menedzsment szakon van egy ilyen specializáció, egy DSG, ugye Deutschsprachiger Studiengang, tehát hogy németül lehet tanulni. Viszont ez lehetőség van erre bármilyen, eddig azt hiszem G-karos szakon, de szerintem igazából bárhol, az azt jelenti, hogy plusz 10 tárgyat kell elvégezned az egyetemben, mert van, amit el lehet fogadtatni kötelezőként, van, amit szakmaként. Én csak egyet csináltam, a marketinget, ami azt jelentette, hogy heti 2 órán német nyelven volt, és a magyar nyelvű marketing helyett németül csináltam. Vannak ismerőseim, akik megcsináltak mind a 10 tárgyat is, vannak, amik könnyebbek, mint a magyarok, vannak, amelyikek nehezebbek, viszont arra biztosan jó, hogy folyamatosan ápolja az ember a német tudását. Egyébként biztosan, és hát, hogy tudom, hogy vannak angol nyelvi tárgyak is az egyetemen, amiket lehet választani, úgyhogy számos lehetőség van ezzel kapcsolatban is a Corvinuson. De jó, nagyszerű. Tényleg nagyon jó. És mennyire voltál túlterhelve egy a diák szervezettel, a tanuláson, az egyetemmel, a hétköznapjaidban, meg hát persze a hétvégékben, hogy mi fért még bele, mit csináltál még mellette? Volt-e munkád, esetleg bármi más hobbi? Volt-e? Nekem egyébként elég egész jól belefért. Én még dolgoztam is a második éven, májusában a vizsgai időszak első napján kezdtem el egyébként dolgozni a Bosch Rexroth-nál, mint kereskedelmi intéző, és én 9 hónapig dolgoztam ott egészen addig, még ezt a dolgozat után nem kellett kezdeni írni. Addig nekem simán belefért egyébként. Meg én ugye a suli mellett írtam a szakdolgozatot is, mert nyáron csináltam meg a szakmai gyakorlatot, úgyhogy összességében én már 3 év alatt végeztem a 3,5 helyet, viszont úgy tudom, hogy ezt a lehetőséget megszüntették, úgyhogy én ebben nem is mennék részletesebben bele, de hogy addig, amíg nem kellett szakdolgozatot írnom, akkor addig nekem a munka is belefért, nem mellett. És az lenne pont a következő kérdésem, hogy így, ha valaki elvégzi a gazment, vagy még csak így folyamatban van, így hova mehet el dolgozni, milyen lehetőségei vannak így Pesten, meg a környékén, meg az egész országban? Hát szerintem rengeteg mindent, úgyhogy erre itt most nem is kezdeni kell elbeszélni, szerintem el lehet kezdeni könyvelni, le lehet menni marketingesnek, HR-esnek,
rengeteg mindent lehet vele csinálni. Nagyon sok minden függ attól, hogy az ember milyen gyakorlatot csinál. Ugye fél év kötelező szakmai gyakorlat van, mert nagyon sok függ a tapasztalatoktól. Tehát, hogy amilyen gyakornoki munkát az ember talál, utána, hogyha abban kezd el dolgozni, akkor nagyon jó esélyei vannak. Tehát, hogy tényleg, hogy mit talál majd pályakezdőként, nagyon sok minden függ attól, hogy a tanulmányai alatt milyen tapasztalatokat szerzett. De gyakornoknak gyakorlatilag bárhova elmehet. Igen, de főleg, ahogy te is mondtad, hogyha valaki tanul idegen nyelven, nem tudom, tantárgyakat, van diák szervezetben, ahol egy csomó készséget, meg szakmai tapasztalatot tud gyűjteni, akkor ez nyilván rengeteg plusz, és akkor úgy sokkal egyszerűbben tud el is helyezkedni. És végeztél ugye az alapszakkal, mik a mesteri kilátások, hogy te szeretnél-e menni mesterre, milyen lehetőségeid vannak a Corvinuson, vagy azon kívül, javasolnád, érdemes-e menni? Ez egy jó kérdés, hogy érdemes-e menni. Attól függ, hogy mit szeretne csinálni az ember. Ha például logisztikával szeretne foglalkozni, én az, mert nem nagyon tanultam semmi logisztikát, akkor érdemes megcsinálni egy mestert. Én személy szerint nem szeretnék már teljes állásban, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, tanulni, tehát egy nappali. Én majd levelezően tervezek, és olyan irányba szeretnék elmenni majd, tehát hogy olyan mestert szeretnék csinálni, milyen a munkahelyemhez köthető majd, hogy majd milyen úton fogok elindulni, az majd később kiderül. Ilyen levelezőn szeretnék mindenképpen majd mestert csinálni. Ami jó az mennel, hogy mivel olyan általános, mint a bármilyen mesterrel lehet vele menni, vannak olyan alapszakok, amihez külön ilyen kredit elismerési kérvényt, hogy én nem is tudom, hogy pontosan hogy hívják, de azt le kell adni. Amit pontosan tudok, hogy például nemzetközi gazdálkodásnál, hogy valaki ellátási láncra szeretne menni, akkor plusz papír munkája van ezzel, hogy a krediteit elfogadja. A gazmennel sehol sincsen. Tehát, gazmennel bárhol van lehet menni, és ez az egyetlen szak, amit én nem értek, hogy miért egyébként, de így van. Tehát, hogy ez akár még egy ilyen nagy plusza is lehet a szakomnak, de sok felé lehet szintén vele menni. Pénzügy, számvitel, közgazdálkodás és közpolitika, ellátási láncmenedzsment, marketing, bárhova lehet vele menni. Szóval van igazán sok lehetőség. Nem tudom, hogy mondjuk, ha valaki másik egyetemre menne, ott biztos oda kell kreditálni kérvény, nem? És ez csak a Corvinuson. Szerintem kell. De... Szerintem. Jól van. De nem tudom. És összességében te így ettől az alapszaktól így azt kaptad, amit vártál, vagy volt valami esetleg olyan, ami jó? Ó, hát én teljesen másra számítottam, vagy hogy ez meglepő, hogy ez így van, mert nem így gondoltam. Én arra számítottam, hogy talán egy kicsit gyakorlatiasabb lesz, tehát hogy több, nem is tudom, esettanulmány jellegű feladat lesz, ahol akár szorosabb kapcsolatot sikerül vállalatok, nagyvállalatok képviselőivel fűzni. Úgyhogy én ezt hiányoltam, hogy nagyon sok helyen nagyon elméleti síkon megy az oktatás, de egyébként amióta most már magánegyetem lett a Corvinus, illetve az utolsó években nagyon sok tárgyból rájöttek, hogy hoppá, ez nem feltétlenül a legjobb, és az utolsó években viszont olyan gyakorlatias az előző évekhez képest tárgyaim volt, hogy rengeteg feladat, csoportmunka, meg minden volt, ami szerintem egy pozitívum, úgyhogy szerintem igazából ezzel kapcsolatban a szak az jó irányba halad. Szóval, hogy így talán az, hogy az alapítványi működésre áttér az egyetem, akkor még lehet tényleg pozitív hozadékot is hoz magával, reméljük. Igen, de arról ugye semmelyikünk sem nagyon tud beszélni, mert hogy igazából még most kezdődik igazából szeptemberben az első igazi olyan év, amikor a Corvinus már magánegyetem lesz, úgyhogy most nagyon sok változás van folyamatban, sajnos azokról még nem tudunk nektek mesélni, de majd mindenképpen próbálunk tapasztalatokat gyűjteni, és azt is megosztani veletek. Drága Luizám, lassan letelik a 20 percünk, úgyhogy arra szeretnének kérni, hogyha lenne valami kis ilyen tékövé üzeneted, amit üzennél a feltörekvő generációnak, akkor ha most megosztanád, ez nagyon megosztani. Én mindenképpen azt ajánlanám, igazából nem csak annak, aki gazmenre megy, hanem bárkinek, főként ugye a közgazdászoknak, hogy dolgozzanak az egyetem mellett, szerezzenek tapasztalatot, és hogy nem feltétlenül az egyetemi oktatás alatt sikerül majd kitalálni, hogy mivel foglalkozzanak, hanem próbálják ki magukat több
pozícióban, és úgy döntsék el, hogy mit szeretnének csinálni, mert a tapasztalat az nagyon-nagyon sokat számít a munkaerőpiacon. Nem feltétlenül az, hogy bornuszos az ember diplomája. Többet fog érni, hogyha van mögötte szakmai tapasztalat. Én mindenképpen azt ajánlanám mindenkinek. Az biztos, mindenképpen valami szakmai diákszervezet, vagy munka, vagy mindkettő, amit Lújzata is csinálhat. Már tényleg mindenhol már tapasztalatot várják a cégek. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, és köszi nektek is, kedves nézők, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy igazán tudtunk nektek segíteni, és hasznos volt ez a 20 perc, és várunk titeket legközelebb is. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok!